start, elindult a nap utolsó futama, az Ibolya Handicap, és összességében jól sikerült a mezőnek az indítás. Swing kap egy picit nehezebben lábra, nem kezd igazán jól Mára Maros sem, és Stefániának is van már egy pici hátrány a többiekkel szemben. Az élmezőnyben azonban ott van Zita királyné, és New Gift-et is ott látom a közvetlen élmezőnyben. A front mögött pedig Tírja, New Gift istállótársa. A lovak elhagyták most már az ezres táblát, és továbbra is benne a falon Zita királyné. Zita királyné, de most már változás is jön, Felsenfest, jön egy három éves, Kriskó Norbert elé, egy másik három éves, Zita királyné, Felsenfest, ők ketten diktálják a tempót, majd jön két ménesi ló, New Gift, valamint Tírja. Egyre jobban megnyúlik az élmezőny, Stefánia pedig megkezdi a zárkózást, és ugye teszi utitárs is, és jön Gitáros F a falon, csak úgy, mint utolsó versenyében még novemberben. A lovak lassan a befutó egyenesben járnak, és Felsenfest Kriskó Norberttel 2-3 hosszal vezet. Felsenfest az íren, de már kézzel erősen kell lovagolni. Stefánia talán könnyebben jön, de elég nagy még mindig a hátránya. Jön az utolsó 350 méter, Zita királyné benne a falon jó tartja magát. Jön Gitáros F, és továbbra is New Gift a közvetlen élmezőny tagja. Felsenfest vezet, Felsenfestre azonban jönnek a többiek. Felsenfest, Gitáros F, és kívül Stefánia. Jön az utolsó 100 méter, Felsenfest megnyerheti a versenyt. Gitáros F azonban támadja folyamatosan. Gitáros F-nek lesz útja, kívül jön Stefánia, óriásit védekezik Felsenfest, és a végén meg fogja Stefánia nyerni a versenyt. Egy nagy finish a végén. Stefánia, Gitáros F és Felsenfest. A nem hivatalos befutási sorrend. Hát ami egyszer vagy, és uták csengének, az másodjára csak majdnem jött be. A mezőny végéről megérkezik, de most elkapja Felsenfestet, meg elkapja Stefánia. Úgy tűnik, hogy 6-os, 7-es, 3-as lesz a befutási sorrend. Hát megint egy handicap, és megint látható, és csata még, hogyha most csak idézőjelben 3-ról között is egy óriási finish. És Stefánia, akivel óriási problémák voltak a gépnél, hát lehet mondani, hogy megérte akkor rávárni és várakozni, mert átszalad az utolsó centiken a nyerőn, úgyhogy első handicapjében nagyon-nagyon jól fut Budai Csabával. Hát Felsenfest szinte végig úgy tűnt, hogy nyerni fog, mondjuk 50-ig. Figyelem, befutási sorrend. Célfotó az első és a második helyre, a 3-as, a 6-os és a 7-es számú lovak között. Nagy célfotó, három ló között, és azt kell, hogy mondjam, hogy ha Zala Csabának azt mondok, hogy a lovai elsőre még nem az igazik, elsőre nem az igazi formáikat mutatják, azért Felsenfest elég biztatóan mozog, csak úgy, mint Freddie Mercury. A versenyt Stefánia nyerheti Budai Csabával, és akkor ez egy nagyon szép bemutatkozás az Ecseti Dressben. Pető Sándor az idomár, egy izgalmas nagy finish után, ugye Szent Tamásról került Budai Csaba a Kincsen Parkba, és ismerhettük meg, és egyre többet foglalkoztatták már a tavaly esztendőben is joggal. Németh Ferenc kupában is jól versenyzett Budai Csaba tavaly évben, és akkor megvan Pető Sándoréknak is az idei első győzelme. Nincs azért meglepetés, ezt alig ha lehet mondani. Nézem egyébként, hogy játszották ezek a dolgokat. 6-3-7 ott van, 6-7-3 is ott van a táblán, de hát így is 155-szörös pénz lesz. A Felsenfest tippolt, Stefánia tippolt, és azt mondtuk, hogy Vini kiesett, nyugodtan Gitáros F-et oda lehet venni, mert ő azért tavaly nagyon jó szezont zárt, és bőven jöhet majd még előre. Ugye az együtt a favorit győzelmek, vagy favoritok a frontban. Figyelem, a 8. futam nem hivatalos befutási során.